Köszöntöm a Hét Határ nézőit! Februári adásunkban megmutatjuk, hogyan harcolnak a somogyi gazdák az afrikai sertéspestis ellen. Beszámolunk arról, hogy az Agrárkamara miként értékelte az elmúlt évet. Megmutatjuk, hogy mekkora károkat okoz, illetve okozhat a termelőknek a belvíz, és elmondjuk azt is, hogy miért is annyira népszerű az olasz konyha. Tartsanak velünk ebben a hónapban is! Súlyos gazdasági következményekkel járna, ha Somogyban is megjelenne az afrikai sertéspestis. A vírus 2018 óta van jelen hazánkban, és mivel egyelőre nincs rá sem gyógymód, sem oltóanyag, kizárólag megelőzéssel lehet tenni ellene. Van egy lábfertőtlenítőnk, ebbe egy kicsit meg kéne mártani a cipőt, csak éppen, hogy a talpát, úgy. És akkor adok neked ilyen kis helyes papucsokat, ezt légy szíves. Megfelelő fertőtlenítőszer, védőöltözék és az általános állategészségügyi előírások betartásával igyekeznek távol tartani ettől a szőke mangalica farmtól az afrikai sertéspestist. A családi vállalkozás augusztus elején költözött ide Újvárfalva határába. A 80 fős állományt jelenleg 50 tenyészkoca, kismalac, sültő, hízó és tenyészkan alkotja. Miután a sertéseket szabadon tartják, az új terület kialakítása során kiemelten figyeltek a sertéspestisre vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedésekre is. Amint láthatjátok, hogy a telep körbe van kerítve, a jogszabályban, ha jól tudom, akkor fél méteres távolság az, amit előírnak. Nálunk 3 méter ez a távolság. Az állatok belül is villanypásztorral vannak körülvéve, valamint a külső kerítésen is van kívül egy villanypásztor, hogy próbáljuk megakadályozni azt, hogy bejussanak akár a vaddisznó, vagy ami problémát okozhat. Bágyadság, bőrpír, a fül és lábvégek elhalása, ami miatt az állat nem képes felkelni. Ezek a legjellemzőbb tünetei az afrikai sertéspestisnek, amire egyelőre nincs ellenszer. Elméletileg a rákcsárók és a madarak is tudják terjeszteni ezt a vírust, ami az emberre nem veszélyes ugyan, viszont ahol felüti a fejét, ott a teljes állományt fel kell számolni. Kulcsfontosságú szerepe van a megelőzésben a megfelelő abrak megválasztásának is. Tilos például az állati eredetű élelmiszer hulladékot tartalmazó moslék etetése, a zöld takarmányt pedig amennyire csak lehet, kerülni kell. Árpát és kukoricát etetünk, ez a két bázis takarmányunk, valamint ha lehetőségünk van, akkor kaszálunk nekik lucernát, bár ezekkel nagyon oda kell figyelni, és főleg most a sertéspestis idején ezek a zöld takarmány etetéssel leálltunk, hisz nem lehet tudni, hogyha egyszerűen akarom mondani, hogy hol jár az a vaddisznó, és hogyha az a vaddisznó jár abba a lucernába, akkor ez problémás lehet, úgyhogy most ezt sajnos nem tehetjük meg, de törekszünk arra, hogy minél természetesebb takarmány legyenek az állatok nevelve. Az afrikai sertéspestis hazánkat 2018-ban érte el, azóta is csak vaddisznókban mutatták ki. A kor felbukkanásának hírére az ország legjelentősebb sertésimportőrei sorra tiltották ki a magyar disznóhúst és a belőlük készült termékeket, ami csak tavaly legkevesebb 40-45 milliárd forintnyi árbevétel kiesést eredményezett az ágazatnak. Ha vaddisznókban, Somogy megyében is megállapításra kerülne a vírus, akkor ugyanúgy Somogy megy és a fertőzött területek közé kerülne besorolásra, ennek minden következményével, tehát egyrésztől a vaddisznókkal kapcsolatban is, itt már akkor tilos a vaddisznóvadászat, illetve tilos a kilőtt vaddisznók felhasználása, illetve nagyon fontos, hogy a fertőzött terület maga után mondja, hogy fertőzött területről származó házi sertések is bizonyos korlátozások lépnek életbe, mind Európai Uniós kereskedelemmel kapcsolatban, mind harmadik országokkal irányuló kereskedelemmel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos közös érdeke a Somogy megyéjeknek, hogy ne kerüljön megállapításra az afrikai sertéspestis ott. Magyarországon jelenleg 10 megyét érint az afrikai sertéspestis, legfertőzöttebb területek továbbra is az északi ország részben találhatók. Ezekben a megyékben még a házi disznóvágásokat is be kell jelenteni a járási hivatalnak a tervezett időpont előtt 48 órával.
Nehéz éven vannak túl a somogyi gazdák. A rendkívüli aszály és az orosz-ukrán háború következményei alaposan rányomták a bélyegét a honi mezőgazdaságra. Hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságának évértékelőjén. Jó vagy bőséges termést semmiből sem tudtak betakarítani, csak közepes és gyenge átlag eredmények születtek. El kell felejteni a 2019 előtti kiszámítható éveket, és alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez. Így kezdte évértékelő beszédét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke. Madarász Zoltán kifejtette, hogy a szélsőséges időjárás, majd az orosz-ukrán háború miatt kifejezetten nehéz évet zártak a gazdák. Kalászosokból erős közepes volt a termés, az országos átlagnál azonban még így is jobb. A napraforgó és a kukorica azonban a nagy szárazság miatt nem érte el az átlagot, és a gyümölcsök is a várt alatt maradtak, mind mennyiségben, mind minőségben. 2022 roppant nehéz év volt a mezőgazdaságból élők számára. Tudjuk jól, hogy a növénytermesztéshez, gyümölcstermesztéshez kapcsolódó input anyagok, gondolok itt műtrágya, növényvédőszer, vetőmag árai egyszerűen elszabadultak, tehát szinte követhetetlenek voltak. Úgy gondolták a gazdák, a gazdálkodók, hogy ezeket az árakat majd a terményárak is követni fogják. Egy ideig ez így is volt. Aztán a terményárak megtorpantak. Számomra rettentő érdekes, hogy egy kiló kenyér most már 700 forint, egy tonna búzáért meg a kereskedő, ha egyáltalán árat ígér, akkor is legfőjebb 100 ezer forintról tudunk beszélni. Számoljanak egy picit utána. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogyot három nagyobb körzetre osztja, Kaposvár, Nagyatád és Balatonpoklár központtal. A gazdák munkáját 191 településen 28 falu gazdás segíti, 76 településen ügyfélszolgálat is működik. A kamarai szakértők tavaly rekordszámú, összesen 27 ezer ügyben adtak hasznos tanácsot személyesen. Falugazdász kollégáim csoportos tájékoztatókat is tartottak, ami azt jelenti, hogy 5 főnél több gazdálkodót összehívtak, és a különböző éppen aktuális mezőgazdaságot érintő ügyekben tájékoztatták a gazdálkodókat. Ezt 79 esetben tettük meg a tavalyi évben. Itt látható egy kis térkép, ami azt szemlélteti, hogy az országban a 19 megyéből Somogy megye milyen aktivitással vett részt. Nyilván nem vagyunk olyan helyzetben, mint az alföldi megyék, ott jóval több az őstermelő és a gazdálkodó, de én azt gondolom, hogy tiszteletre méltó, hogy egy ilyen negyedik helyet ki tudtunk magunknak vinni, és a Dunántúlon elsők vagyunk. Az évértékelőn elhangzott az is, hogy hazánk agrárstratégiáját november 7-én fogadta el az Európai Unió, Somogyba 16 milliárd forint érkezik. A támogatások első ütemét már készhez is kapták az érintettek. Az Agrárgazdasági Kamara szakemberei most folyamatosan járják az országot, és teljes körűen tájékoztatják a gazdákat a lehetőségekről. A támogatásoknak saját honlapjuk lesz, és tájékoztató kiadványok is készülnek. A múlt évi rendkívüli asszály után nagyon jól jött a földeknek a lehullott nagy mennyiségű csapadék. A globális felmelegedés ugyanakkor a növényvédelemben már évek óta komoly kihívások elé állítja a gazdákat, hiszen a szélsőséges időjárás mellett a könnyen alkalmazkodó kártevők is időről időre sok fejtörést okoznak. Ha megnézzük akár a kajszit, őszi barackot, almamárt, csonthéjasokat, nem látni rügyduzzalást, ez egy nagyon korai cseresznye, hogy ha alaposan megnézem, itt bizony már vannak duzzadt rügyek. Tehát, de még neki se lesz különösebb probléma. Ez egy korai münchenbergi fajta, ez már jelzi, hogy megindult a netperingés. Rügyeznek a fák, virágzik a mogyoró, de a januári napsütésben már szedhetünk pitypangot és százszor szépet is. Az idei tél eddig nem volt különösebben kemény, de az utóbbi hetek enyhe 15 fokos időjárása már inkább március elejének felel meg. Ez egyelőre nem okozott különösebb problémát a növénykultúrákban, mondja a szakember. Aki kertet művel, már megkezdte a tavaszi munkákat, ám nem mindegy, hogy egyes feladatokat milyen sorrendben végzünk el, hiszen kemény mínuszok esetén növényeink élete és egészsége múlhat rajta. Szőlészek kifejezetten jól érezhetik magukat, nem volt hideg, lehetett szőlőt metszeni.
A meccést követően nyilvánvaló, hogy nagyon komoly, több fő áltozata van a lemosó permetezésre használt készítményeknek, ebben vannak rovarölőszerek, gombaölőszerek, ők ezt tudják, és nagyba csinálják, és már van, aki mit tudom, akár már ősszel kétszer is végrehajtja azt, plusz még tavasszal is egy lemosó permetezést. Gyümölcsfákra ugyanaz vonatkozik, lehet mecceni, tehát most jó idő van, éjjel-nappal. Tehát mecceni, itt is nagyon fontos, hogy amikor ezt a meccést elvégeztük, akkor lemosó permetezés. Ígéretes az ősszel elvetett szántóföldi növények állapota is, bár a tavaszi időjárás még nagyban befolyásolhatja a termés eredményeket. A szakemberek szerint ugyan a jelenlegi enyhe idő nem a legmegfelelőbb, ám a sok csapadéknak a múlt évi asszály után igen örülnek a gazdák. Ha a kalászosokat nézzük, akkor azt ott kifejezetten jó jött a csapadék, télen 10-15 fok asszimiláció beindult kalászosoknál, buzaroz, titikáli, árpa. A fagy ugye nem károsította a kalászosokat, és télen is folyik a bokrosodás. Tehát azt jelenti, hogy a tavaszi vegetációban egy megerősödött állomány jut, és talán a repcések azok jobban aggódnak, mert a repcének nem tesz jót, ha nagy a zöld tömeg, nagy a vegetatív tömeg, és ha ezt kapja meg a mínusz 10-15 fokot, akkor ott károsodhat. Ugyanakkor az is igaz, hogy a mostani szokatlanul enyhe időjárás erősen kedvez a hazai éghajlathoz már alkalmazkodott kórokozók és kártevők áttelelésének. A tavalyi asszály után most a belvíz okoz gondot a somogyi földeken. Időszerűen mintegy 100 hektár lehet víz alatt a vármegyében. A probléma főként a Dráva mentét érinti. A csapadékosabb időjárás az őszivetésű növényeknél akár komolyabb terméskiesést is okozhat. Tényleg egy sajnálatos kép, amit itt látni mögöttem. Egy jó beállt buzatábla, szépen bokrosodott, és ez a csapadék mennyiség, ami lehullott, ennek egy része, egy laposabb része a táblának, itt nem tud leszivárogni. A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű eső miatt Nagy-Bajom és Kiskorpát határában is kisebb-nagyobb belvizes foltok alakultak ki az elmúlt hetekben. Ha ezek tartósan megmaradnak, akkor aggódhatnak a gazdák. Az őszi vetésű búza, árpa, tritikáli és repce ugyanis pár napot kibír vízborítás alatt, de sokkal többet nem. Amikor ilyen pangó vizeket látunk, belvizet, akkor azokon a táblákon, ahol ez megjelent, körülbelül most több száz hektáron lehet, az azt jelenti, hogy ott kialakul egy ügynyed vízzáró réteg. Ez egy nagyon furcsa dolog. Ez azt jelenti, hogy finom agyagos szemcsékből, ha úgy tetszik, mikroszkópikus szemcsékből alakul egy ilyen krémszerű réteg, a művelt réteg alatt 40 vagy 50 centire, és olyan hermetikusan lezár, hogy szinte alig szivárog át a víz, és ebből látjuk mi ezeket a nagy kacsaúsztatókat. Belső Somogyban laza szerkezetű, homokos a talaj. A belvíz ugyanakkor nem csak az időjárás és a bőséges csapadék következménye, hanem az olykor elhibázott talajművelésé is. Ez egy vontatott mélazító, 50-60 centi mélyen szeleteli a talajt, azeken a réseken oxigén levegő jut a talajba, és csapadék talajba szivárgását nagy mértékben segíti. Fontos azonban tudni, hogy a földeken lévő belvizet tilos közút által használt területekre, mint például a főutak vagy a mellékutak melletti árkokba vezetni. Ezért büntetés is jár, ahogy szintén nem tanácsos bevezetni az élővizekbe sem. Különösen akkor, hogyha azon a táblán előző évben talajfertőtlenítés volt, rovarölő vagy gombölőt használtak ősszel, akkor ezt élő vízbe vezetni megint problémás, tehát eléggé leszűkül a hely. Úgy tűnik, hogy hozunk egy kapát, és akkor valamár elvezetjük. Ez nem így van. A szomszéd területekre sem lehet átvezetni. Tehát nem lehet hozni egy szivattyút, és akkor a szomszéd területére átvezetjük a vizet. Legfeljebb olyat tudunk, hogy a saját táblánk szélén, mellett, közel van olyan árok, ahova mi ezt le tudjuk vezetni, illetve onnét nem kerül élő víz, vagy az említett szomszéd, vagy a közútnak az árkába. Tavaly októbertől január közepéig mintegy 200-250 mm csapadék hullott térségünkben, amire ugyan valóban nagy szükségük volt a földeknek, ám a nagy esőzések akár a talaj előkészítési munkákat is késleltethetik. A mákot például március 15-ig jól lenne elvetni. A tavaszi árpa, a cukorrépa, a napraforgó és a kukorica esetében viszont még nincsenek késésben a gazdák.
Továbbra is népszerű a szociális tűzifa program Somogyban. A közelmúltban Szennában és Kaposszerdahelyen hordták ki a tüzelőt a rászorulóknak. A családok általában 2-3 köbméter fát kapnak. Halomban állt a tűzifa kedden reggel a Kaposszerdahelyi önkormányzat telkén. Innen szállították ki a rönköket a rászoruló családok számára. Az idei évben 22-en igényeltek Kaposszerdahelyen szociális tűzifát, ebből 21-nek tudtuk megadni a támogatást, és összesen 45 köbméter fát kaptunk. Ehhez 950 ezer forint támogatást biztosítottak számunkra, 350 ezer forintot tettünk hozzá önerőként, illetve ez a szállításnak a díja, és 95 ezer forint önerőt raktunk hozzá. Ezt úgy érzem, hogy minden évben meg kell, hogy tegyük, hiszen az igénylők sora az sok. Egy-egy háztartás általában 2-3 köbméter fát kap. A Kaposszerdahelyi rönkök rakodásában a térség országgyűlési képviselője is segített. Gelencsér Attila azt mondta, ez a tüzelő mindig jókor jön, de az idei esztendőben különösen fontos volt, hogy folytatódjon a program. Talán soha nem gondoltuk volna, hogy olyan időszak fog elérkezni, amikor a szankciós felár, az energiaválság soha nem látott, még az eddigiekhez képest is soha nem látott nehézségekkel szembesíti az ítélőket. Úgyhogy azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha valamikor, akkor 2022-23 terén a legjobbkor jön a szociális tűzifa. Az érintettek azt mondják, nagyon fontos számukra ez a fajta támogatás. Fatüzelésű kályhákkal hűtünk. Ez a fa ez nagyon jó jött, ez nagyon jó. Köszönjük ezt az önkormányzatnak. A szociális tüzelőanyag program keretében idén országszerte több mint 2300 település, 180-190 ezer rászoruló családja kap segítséget a téli hónapokban. Január 17-én van az olasz konyha napja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy bemutassa a mediterrán gasztronómia sokszínűségét, aminek titka tulajdonképpen az egyszerűségében és az alapanyagok minőségében rejlik. Olívaolaj, és akkor mennek bele ugye a tengeri halakhoz, ezt használunk. Hagyma, fokhagyma, csili. Ez mindig benne van. Ezt mondjuk így csinálják északon. 5 perc alatt elkészült ez a tengergyümölcse és spagetti abban a kaposvári étteremben, amely egész héten az olasz konyhát népszerűsíti. Ennek a tészta ételnek a különlegességét a többféle hal és a friss alapanyagok adják. A közvélekedéssel ellentétben az olasz konyha tájegységenként rendkívül változatos, hiszen míg a nápolyiak pizzát esznek, addig a rómaiak a carbonara tésztára esküsznek, Milánóban a risotto, Velencében a borjumáj, Firenzében a bableves viszi a prímet, és hát ki ne ismerni a bolognai ragút. De előszeretettel fogyasztanak friss salátákat, sajtokat és szaftos húsokat is. Az olaszok szeretnek helyi alapanyagokkal dolgozni, tehát minden tartománynak, meg régiónak megvan a sajátosság, hogy miben erős, miben jó. Ugye a hegyekben például a gombával nagyon, nagyon másképp dolgoznak. Viszont azt is el lehet mondani, hogy ugye a hegyek azok az egész csizmát végigkövetik, és jobbról-balról ugye tenger veszi körbe. Tehát például a sonkákat, meg az ilyen dolgokat északon is ugyanúgy csinálják, mint lent délen. Tehát fölviszik a hegyekbe, ott a szellő, tehát ott nem használnak például füstöt. A dietetikusok szerint az olasz konyha kiválóan illeszkedik a mai kor egészséges táplálkozási rendi igényéhez, sőt, vannak, akik számára még az álomsúlyt is elhozhatja. Inkább ilyen kenyérszénhidrát alapú az étkezés. Ez az ilyen típusú embereknek például abszolút teljesen jó, és ez is nagyon érdekes, hogy akik kimennek Olaszországba, és ott kezdenek élni, és egyszerűen csak észreveszik, hogy le tudnak fogyni például, mert hogy így működik alapvetően, tehát szénhidráttal üzemel alapvetően a szervezet. Több kutatás szerint a Földközi-tenger partvidékének gasztronómiája anélkül segíti a rostokban, egészséges zsíradékokban és növényi fehérjékben gazdag táplálkozást, hogy az ételekből túl sokat fogyasztanánk. Az olasz konyhát ugye párhuzamba hozzák a mediterrán típusú diétával, hogy az mennyire egészséges és jótékony lehet nekünk. Ugye alapvetően a sok oliva, olaj, olivabogyó, kevesebb hús, sok hal, több zöldség elven, ugye mondhatjuk, hogy ez egy általánosan javasolható étkezési ajánlás.
De ugye sosem szabad elfeledkezni az egyéni érzékenységekről, az egyéni toleranciákról, az anyagcsere típusokról, hogy ki milyen típus, valaki szénhidrát típus, valaki fehérje típus. Az olasz konyha napját 2008 óta minden év január 17-én ünneplik. Azért ezt a dátumot választották, mert erre a napra esik a remete Szent Antal ünnepe is. Az Olaszországban népszerű szent a háziállatok, a hentesek és a szalámi készítők védőszentje. Ráadásul ezen a napon kezdődik Olaszországban a farsang időszaka is. Célba értek a Somogyi Erdőgazdaság által a Kutyatár Egyesület javára felajánlott adományok. A jótékonysági akció sokat segít az állatvédőknek, mert igen nagy a négylábú létszám a menhelyen. A Somogyi Erdőgazdaságnál állatbarát emberek dolgoznak, és a cég is rengeteg időt és pénzt fordít jótékony célokra. Tegnap például átadták azokat a takarítószereket, plédeket, konzerveket és száraztápokat, valamint a kutyaólak javításához szükséges alapanyagokat, amik a vállalkozás felhívására gyűltek össze. Nem csak nélkülöző emberek vannak a környezetünkben, hanem nélkülöző állatok is, mint ahogy itt látható a menhelyen is mennyi nélkülöző rossz állat él, és kollégáim, munkatársaim között nagyon sokan vannak, vagyunk állatszerető emberek, és úgy gondoltuk, hogy itt karácsony közelettével egy kicsit könnyítünk a nehéz helyzetben élő állatokon. A menhelyen napi több mint 100 kiló állateledelre van szükség, hiszen 240 kutya és csak nem 30 macska él ott. Amikor a sefag megkeresett bennünket, pár munkatársuk, amit egyébként igazgató úr támogatott, amit köszönünk szépen, akkor szintén nagyon örültünk, hiszen egyrészt példaértékű, másrészt pedig számunkra nélkülözhetetlenek ezek a támogatások, mert mint civil szervezet egyértelmű, hogy ilyen olyan támogatásból tudunk csak létezni. A létszám miatt hihetetlen magasak a költségeink, és ez a bejövő egyéb források nélkül nem tudnánk előteremteni. Az adományozók közt a somogyi erdészek egy két fős, két éjszakás kardosfai pihenést is kisorsoltak. Közép-Kelet-Európában is egyedülálló módon diagnosztizálják és kezelik a lovak fogbetegségeit egy kaposvári klinikán. Altatás nélkül végeznek rajtuk CT vizsgálatot, hogy lássák, meg tudják-e menteni az állatfogát. Ezek a fogmegtartó kezelések azért nagyon fontosak, mert a rágásképesség a lovak élettartalma szempontjából az egyik legmeghatározóbb tulajdonság. Betesszük ezt a szájterpesztőt. És így már biztonsággal tudjuk megvizsgálni a szájüreget a szájkamera segítségével. Egy ilyen hosszú optikával a gyógyítók pontos képet tudnak kapni a lovak fogazatának állapotáról. A 70 fokos szögben látó kamera segítségével még a legkisebb elváltozásokat is észreveszik. Az előső ér. Ennek a lónak az egyik hátsó fogával van probléma, a rágó felszín felől nyitott a belső szerkezete. Az ilyen esetekben korábban mindig kiúzták a fogat, ma már ennek a megmentése a cél. Az állaton ezért álló helyzetben CT vizsgálatot végeznek, hogy minél pontosabb legyen a diagnózis. A fog megmentési kísérletek igazából töménytelen pénzt emésztenének föl, de végül aztán ki kellene húzni a fogat. Ezért ezt a CT vizsgálat rendkívül megkönnyíti, hogy ezt el tudjuk dönteni, exaktul, és ténylegesen olyan esetekben tudjuk javasolni a fogmegtartást, amikor az hosszú távon várhatóan eredményt ad. A lovakat egy légpárnás asztal segítségével emelik a gépbe. A komputer tomográf felvételeken szeletekre bontva látják a vizsgálandó részt, vagyis a kitágult fogmedret. Mindez azért is fontos, mert a lovak napi 13-16 órán keresztül rágnak, a sérült beteg fog gyulladása pedig megakadályozza őket a megfelelő táplálkozásban. Az újfajta eljárásnak köszönhetően a lovak fogának 65%-a menthető meg így. Új műsorral legközelebb március 14-én találkozunk. Addig is várjuk észrevételeiket, témajavaslataikat a hétatár@kaposztv.hu e-mail címre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!